Megváltozott a régi iskolaudvar képe Mária falván. Az Almási Kálmánné téri ingatlanon, mint a képeken látható, rendet raktak, de az itt folyó munka még nem ért véget. Korábban itt egy romos fészár volt, egy régi fáskamra, ez került elbontásra, illetve a benne található szemét került összegyűjtésre. Még hátra van a beton elemek kitermelése, illetve felszedése, a betonoszlopok kiszedése. Az említetteken túl még a törmelék elszállítása is napirenden van. Ha ezek megtörténnek, elkezdődhet az építő jellegű munka az 1500 négyzetméteres területen. Úgy gondoltuk, hogy egy olyan parkot alakítunk itt ki, ami egyrészt egy gyűjteményes kertként tud funkcionálni, másrészt pedig ide a klubba járók pihenését tudja szolgálni, harmadrészt pedig más városrészekből akár külföldi vendégek is ki tudnak majd ide látogatni, hiszen úgy szeretnénk kialakítani ezt a parkot, hogy egy vonzó természeti környezet álljon itt rendelkezésre. Egy olyan növénygyűjteményt szeretnének összeállítani, mely jellemző erre a térségre. Alt Norbert elmondta, civil szervezetek bevonásával azt szeretnék elérni, hogy különböző távoli kultúrák jellegzetes fái, cserjé is megjelenjenek itt. Az udvar egyik jellegzetes eleme lesz az a kis tó, melyet a terület közepén alakítanak ki. Egyrészt olyan növénykertet, olyan növénygyűjteményt szeretnénk itt összeállítani, ami jellemző Gyula városára, de beszeretnénk vonni olyan civil szervezeteket is, akiknek az a profiljuk, hogy más, akár távoli országból származó különleges növényekkel foglalkoznak, így azért őket is szeretnénk arra majd megkérni, hogy járuljanak hozzá ennek a közpartnak a kialakításához. Az idő még engedi a kinti munkát, így amit lehet, még most elvégeznek. Majd tavasszal telepítik ki a növényeket, májusra pedig minden elkészülhet.